most pedig gazdasági témával folytatjuk. Lapinformációk szerint nem szabja a tárgyalások feltételül az egykulcsos adó eltörlését az IMF, de az várható, hogy csak az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások után kezdődhet az érdemi egyezkedés. A kormány állítólag arra számít, hogy a mostani kötelezettségszegési eljárások témái mellé még előkerülhetnek mások is. Így a politikai tárgyalássorozat tovább húzódhat. Csaba László közgazdász a vendégem, jó reggelt kívánok! Köszönöm, jó reggelt, nézzük. Önnek mi az érzése egyébként, milyen kilátásaink vannak egy kulcsos adó esetében? Hát azt gondolom, hogy az egy kulcsos adó az alapvetően egy ilyen szépészeti, szimbolikus kérdés, amiben... Kardinális kérdés fog belőle csinálni a valuta alapvárhatóan, vagy nem? Hát semmiképpen sem, hát már csak azért sem, mert adó kérdésekben a valuta alapnak nincsen nagyon határozott álláspontja. Minden, ami bevétel, az jó, de ezen túlmenően. Akkor minek köszönhető, hogy ennyire sok lapértesülés látott az utóbbi időben napvilágot arról, hogy ez lehet az egyik sarkalatos pontja a tárgyalásoknak? Sőt, ugye egy darabig azt lehetett hallani, szinte konszenzus volt a jó értesültek körében arról, hogy akár arra kényszerülhet a magyar kormány, hogy meghátráljon az egykulcsos adó tekintetében. Ez egy abszolút szimbolikus dolog, ez inkább az országon belüli vitának egy tárgya. Az adórendszer egyébként jelentem nem egy kulcsos, tehát ha valaki túl van 7,5 millió forinttal... Csak úgy hívják. Hát úgy hívják, de hát azért ha valaki túl van 7,5 millió forinttal, ez az Oszkó úr által bevezetett adópolitikai újítás, hogy meg nem keresett jövedelmet is megadóztatnak, ez továbbra is benne van a mai adórendszerben, tehát én jelentem, én nem vagyok az egy kulcsos adórendszer alatt. És egyébként azt az egy, amit a kormány ugye megfogott az egykulcsos adóval kapcsolatban fogalmazni, ez a középosztály felemelkedését szolgálja, azt hogy mennyire tartja érvényesnek? Ez egy szimbolikus intézkedés, én általában véve azt gondolom, elvileg jó dolog az, hogyha nem tesznek különbséget kövérek, soványak, férfiak, nők és más módon, mert az adórendszer erre nem alkalmas, hogy mindenféle egyéb feladatokat megoldjon, de hát az, hogy konkrétan milyen ütemben, mértékben és adott évben mennyi bevételt lehet ebben ezzel előállítani, hát ezt végig kell számolni. Én úgy gondolnám, hogy most nyilván gőzerővel folynak a számítások. Arról már léteznek számítások, hogy mekkora lyukat ütött a költségvetésen, illetve talán arról is, nem tudom, hogy ön tud-e segíteni ilyen számok, hogy hányan jártak jól, illetve hányan jártak összességében rosszul ezzel a rendszerrel. Hát ezt így önmagában nem lehet megállapítani, mert ez föltételezi, hogy az előző rendszer tökéletes volt, amelyik, mint tudjuk, teljesítmény visszatartásra ezt tervezett, áttekinthetetlen volt. Hát csak olyan szempontból, hogy kinek többé, kinek kevesebb pénz van a zsebében. Ezt most én elmondanám, hogy ez egy olyan rendszer, amelyik teljesítmény visszatartásra ösztönöz, jobban meg lehet élni segélyből, plusz fekete gazdaságból, mint a, hogyha valaki már bejelentene. Az előző, igen. Ahol van egy olyan típusú progresszió, amelyiknek se a mértékét, se a léptékét ugye nem látjuk át. Hát azon változtatni az önmagában véve nem jelent olyan súlyos lépést. Elvileg vannak elvi és vannak praktikus szempontok. Nyilván az történt, hogy mint annyi ügyben, hogy léptek egy nagyot és merészet, és utána számoltak, ahelyett, hogy előbb számoltak volna, és utána léptek volna. Én azt gondolnám, hogy a Nemzetközi Valuta Alapnak nincsen e tekintetben álláspontját, egy sor tagállamban van egy kulcsos adórendszer, ez nem egy elvi kérdés, hanem az a kérdés, hogy 2013-ban nem lesz jelentős gazdasági növekedés, honnan szereznek többletbevételt. És honnan szerezhetnek többletbevételt? Hát az ember azt gondolná, hogy mégiscsak valami fajta adóból, de azt is mondjuk hinném, egy vagyoni típusúból? Hát az új adónemek kivetésétől óvnám a kormányt, mert van olyan, több mint 50 féle adó van, hát abból nem tudják beszedni egy újabb adónem, mert miért gondolják, hogy inkább be tudnak valamit szedni. Hát senki nem tudja, hogy mit gondolnak ebből a szempontból, éppen ugye ezt igyekszem is megtudni, nem, hogy vagyon, ön mire számít, hát hiszen ez a vagyonadó, ez a valuta alapnak az egyik mantrája, amikor nincsenek tekintettel arra, hogy bizonyos országokban, mint nálunk éppen az adóbeszedésnek a szigorúsága az, amelyik hát kívánivalót hagy maga után, több mint 50 féle adónemből nyilván befolynának azok a bevételek, amire szükség van. Ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal becslése ilyen 2000 milliárdos kínlévő be nem hajtott adóról beszélnek, ez ugye 8%-a lenne, egy kicsit, majdnem 8%-a nemzeti terméknek, ez a következő 4 évnek a gazdaságpolitikai problémáit megoldaná, ezt be tudnák hajtani. És egyébként erre nincs megoldás a behajtásra? Biztos, hogy van, de hát azért azt látni kell, hogy
én feltételezem, hogy nem ok nélkül nem hagyják be, ugye ez részint erőviszonyok kérdése. Mármint, hogy fontos emberek tartoznak? Hát meg, hogy ahol ilyen nagy a fekete gazdaság, mint nálunk, a fekete gazdaság szereplőivel szemben keményen föllépni, az ugye politikai kérdés. Nem akarok olyan messzire elmenni, hogy Mexikóval példálózzam, de hát ott tudjuk, hogy itt erről van szó, hogy itt egy háború folyik a drogkartelek és a kormányzat között. Tám, szerencsére nem a drogkartelek a meghatározók, de azért vannak területek. De a háború területe. Az igen? Nincs háború, nagy békesség van, és köcsös szemhunyásokkal oldják meg az ügyeket. Én emlékszem arra, hogy amikor fölmerült az össze, hogy egy 50 milliárdot megbeszedhetne az adóhivatal, hogy micsoda kacaj fogadta, gúny kacaj a kollégák részéről, aztán csak be tudták szedni, ami azt mutatja, hogy tartaléknak kell, hogy legyen, és van is. Én jól értem, hogy ön alapvetően azt mondja, hogy magában az adórendszerben, illetve az adóbehajtásban is olyan erős Magyarországon a korrupciós elem, hogyha ezt sikerülne kiiktatni, akkor semmiféle további, most idézőjelben népsanyargatásra az adórendszerben nem is lenne szükség? Én nem gondolom, hogy ez korrupció, ez inkább laza behajtás, amelyiknek mindenféle okai vannak, a felszereltségtől kezdve a szabályok megfogalmazásán át az apparátus méretéig. Ez nem korrupciós kérdés. Hát de szemhunyásokat, meg érdekcsoportokat, meg mindenféle... Ez mind összefügg azzal. Hatalmi helyzeteket emlékeztetek. Hát ez mind összefügg azzal, ez nem korrupció, ez az állam gyengessége van, ilyen szép angol kifejezés, state capacity, hogy tud-e az állam élni a lehetőségeivel és a hatalmával, nem nagyon tudnánk. Egy igen kiterjedt, de kevés teljesítőképes állam van, amelyik magáról azt képzeli, hogy mindenható, de elemi dolgokat sem tudnak csinálni. Az adórendszerről viszont azt gondolja erről, amit most bevezettek, nevezzük egy kulcsosnak vagy nem, azt gondolja a kormány, hogy egyrészt arra alkalmas, hogy kifehérítse a gazdaságot, másrészt, hogy ez egyszerűbb, mint az előző volt, harmadrészt pedig, hogy azáltal, hogy a magasabb jövedelműeknél többletbevételt hagy, azáltal ez az összeg, ez előbb-utóbb lecsurog a gazdaságban a szegényebb rétegekhez is. Ugye ezen azért vitatkoznak mostanában olyan sokat a szakértők, mert eddig még igazából ez nem történt meg, bár lehet, hogy ezt ön másképp látja. Elképzelhető-e, hogyha érintetlenül hagyják ezt a rendszert, akkor a későbbiekben még beérhet a gyümölcse? Hát azt gondolom, hogy az adórendszerrel kapcsolatban szokás túlzott elvárásokat megfogalmazni. Azt hinném, hogy az, hogy egy adórendszernek végül is mi a hatása, az inkább a gazdasági növekedésnek a függvénye. Az adórendszer a növekedésre csak nagyon áttételesen tudhatni. Ha van egy országban növekedés, akkor lényegében kevésbé jó adórendszer is mindenféle hatásokkal jár, főleg állami bevételeket teremt. Az összes többi, amit említett, azok következmények, amiben így az állami bevételeken keresztül vagy az vagy beleszólás. Igaz vagy nem igaz, hogy ez egyszerűbb, igaz vagy nem igaz, hogy ez fehérebb, igaz vagy nem igaz, hogy lecsuroghat? Hát azt hiszem, hogy az, hogy többen vannak benne az adózásban, az nyilvánvaló, hogy az itten több százezer ember bevontak az adózásba, és ezt valószínűleg nem is lehet nehezményezni, sőt a valuta alapnak és az hullámhosszán levőknek ezt kimondottan támogatniuk kell, hogy lecsorogja, az nyilván attól, hogy van-e minek lecsorogni, egy 1,5% növekedésnek a lecsorgó hatása, az nyilván még nem érezhető, tehát fehérítés nem van. Egyszerűségről, hát valaki tölt ki maga adóbevallást, akkor tudja, hogy hát lehet beszélni, de nem érdemes. Elképzelhető-e, értem, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen annyi adófajta van, hogy nem kéne ezt már ragozni, de ön szerint elképzelhető-e, hogy mégiscsak különösen, hiszen épp említette, hogy a vagyoni típusú adók mantrája valuta alapnak, hogy például egy ingatlan adó bevezetése az komolyan szóba fog kerülni Magyarországon a következő időszakban? Én azt hiszem, hogy ezt nyilván föl fogják vetni a valuta alapnál, mert ők ezt mindig fölvetik. Ezt vissza kell utasítani, mert Magyarországon ez nem életszerű, tehát nem lehet működtetni, nincsenek naprakész nyilvántartások. Szóval olyan fokú a átláthatatlanság ezen a területen, hogy ebből jelentős bevételt nem lehet szerezni. Ezt ugye többször megpróbálták, sohasem működött, nem azért nem működött, mert buták voltak az akkori pénzügyminiszterek, hanem felmérték, hogy ez nem életszerű. Vagy lehet, hogy más országokban működik? Hát vannak olyan országok, ahol a vonatok is pontosan járnak. Tehát na, de mit tudnak ők, amit mi nem? Hát ahogy a vonatnál, hogy azt meg lehet szervezni, sőt, hát ugye Olaszországban is volt egy időszak, amikor jártak a vonatok pontosan. Hát most nem járnak, mint ahogy nálunk sem járnak pontosan a vonatok, így nincs ingatlan kimutatás, amelyik életszerű lenne. És ennek alapján ugye nincs az államnak olyan lehetősége, hogy a jogállam keretein belül tudjon rendszeres jövedelmeket létrehozni, plusz hát a középosztály jelentős részének életkeresménye ezekben az ingatlanokban van.
ez ugye adózott jövedelemből van, ezt nyilván mondjuk, ha levonják a személy jövedelemadóból, akkor ez lehetne igazságosabbá tenni ezt a rendszert, tehát, hogy valóban ne kétszer adózzon senki a jövedelme után. De hát ugye az ingatlan vagyon igen jelentős része az inaktívak, hogy nem mondjam, nyugdíjasok kezében van, az ő életkeresményük van ebben, nekik nincs mondjuk ezt a adót érvényesíteni, ha csak a nyugdíjadban nem vonják a személyi jövedelemadó rendszerben. Most, amit elmondott, azt meg lehet csinálni, de az egy adólázadásnak az esélyt. Hát kivételeket is lehet tenni egy ilyen rendszerben, tehát mondjuk például a nyugdíjasok esetében lehetnek ezzel szabályokat használni. Akkor visszajöttünk ebből a szocialista típusú adórendszerben, ahol alapvetően minden tilos, de hogyha megfelelően csináljuk, akkor mindenki el tudja érni a célját, feltéve, hogy eléggé erős a lobby ereje. Ez, szerintem ez, ehhez képest a mostani adórendszer még kevésbé rossz. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Én köszönöm szépen.